Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! Külföldi vendégmunkásokkal töltötték meg Hajdú Szoboszló egyik gyógyvizes szállodáját, amely a város legfőbb turisztikai célpontjának számító strandfürdő szomszédságában áll. Itt a sajtóhírek szerint arról a Termál Hotelről van szó, amit a korábbiakban építettek, feltételezhető módon nem azzal a céllal, hogy vendégmunkások töltsék meg, hanem magyarok rekreációja céljából, vagy azért, hogy ott egy sikeres üzleti vállalkozás a magyar költségvetésbe fizessen be társasági adót, nem pedig kitalicskázza adózatlanul a pénzt Magyarországról. A helyzet az, hogy ez a korábban bezárt üzemegység mégiscsak teltházzal üzemel. A sajtójelentések szerint március végén is mintegy 200-220 építőmunkás foglalt el a szobákat és apartmanokat, és hát itt érjük tetten a Fidesz-KDNP multikultiát, amit megvalósított Kelet-Magyarországon, ugyanis hát a Fülöp-szigetekről érkezett férfiakat egy török vállalat foglalkoztatja, és naponta szállítják át őket buszokkal a debreceni BMW gyár építkezés területére. Egészen elképesztő módon találnak tehát egymásra idegen nációk fiai és lányai, hogy profitot generáljanak Magyarországon olyan épület felhasználásával, amely vélhetőleg a magyarok érdekében és jóléte érdekében épült, és hát olyan társaságok teszik mindezt, akik adott esetben nem is kellene, hogy itt legyenek, mert egy organikus, normális módon működő magyar nemzetgazdaság ezeket a feladatokat el tudná látni, például az inaktivitási ráta aktivitási rátává varázslásával, tehát azzal, hogy a munkakereső, de segítséget nem kapó magyarok számára segítséget nyújtsanak. A kérdésünk egyértelmű, vállalja-e a kormánya azt, hogy ha már ide importálják ezeket a vendégmunkásokat, legalább az iparterületeken, vagy azoknak a tőszomszédságában valamennyire ellenőrzött körülmények között létesítsenek ilyen szálláshelyeket, ne pedig a magyarok által is lakható, használható, vagy akár éppen a magyarok számára munkásszállóba alakítható üzemegységeket és épületeket használják. Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés, megadom a szót Fónagy János államtitkár úrnak, miniszter helyettesnek. Parancsoljon, miniszter helyettes úr. Köszönöm, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. A kormány 2017 óta munkaerőpiaci program keretében támogatja a munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállások kialakítását azokban a térségekben, ahol egyébként nem áll rendelkezésre a fejlesztésekhez szükséges munkaerő. A munkásszállások kialakítása elnevezésű program segítségével mindez idáig országszerte 61 munkásszállás, ezzel közel 8500 férőhely kialakításához biztosítottunk mintegy 24 milliárd forint támogatást. A programnál a magyar munkavállalók elszállásolását kiemelt szempontként előnybe részesítő, a férőhely kihasználtságot biztosító, a versenyszféra által támasztott igényeket kielégítő, valamint a fenntarthatósági szempontokra is figyelemmel lévő fejlesztéseket támogattuk. A támogatás nyújtásával kapcsolatos mérlegelés szempontjai között nagy súllyal szerepel a magyar munkavállalók elszállásolásának támogatása. A pályázóknak, a létesítmények későbbi üzemeltetőinek vállalnia kell, hogy a férőhelyeknek legalább az 50%-át, de magasabb pontszám eléréséhez 100%-át magyar munkavállalókat kell elszállásolnia. Külföldi munkaerő elszállásolására ezekben a munkásszállásokban csak akkor van lehetőség, ha térségben nem mutatkozik magyar munkavállalók elhelyezésére irányuló igény. A támogató az üzemeltési időszakban a támogatás egy részének visszafizetésével szankcionálhatja, ha a magyar vendégek aránya 50% alá esik. Jelzem egyébként, hogy 10 év ilyen kötöttséget kell vállalni. Előbbiek alapján egyértelmű, hogy a kormány a munkaerőpiac intézkedések elsősorban a magyar munkavállalók elhelyezkedésének és mobilitását kívánja biztosítani, minden egyébként a gyakorlatban előforduló általam is helytelenített példa ellenére. Köszönöm, miniszter helyettes úr. Viszont válaszra megadom a szót. Parancsolj.
Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, miniszterhelyettes úr egy korrekt ember, mert azokat a számadatokat teljesen őszintén sorolta fel, amelyek engem is birizgálnak, aggasztanak. Éppen az a problémám, fölemregett egyik politikai sikerünket is, ugye a Jobbik egy magyar kvótát javasolt, és legalább 50%-ban ezt már megvalósították a munkásszálló építések során, tehát legalább 50%-ban magyar kell, hogy legyen ott, mi ezt legalább 95%-ra szeretnénk feltolni. De az a problémám, hogy önök 24 milliárd forintot elköltöttek a munkásszálló építésekre. Teljesen egyértelmű logikus kérdést teszek fel. Miért nem fordítják ezeket az összegeket kizárólag a magyar munkavállalók jólétére, és miért nem kérik meg a stratégiai partnereket, ezeket a multicégeket, hogyha már az ő érdekükben van állítólag szükség a vendégmunkások importjára, akkor fizessék az elszállásolásukat teljes egészében ők. Miért fizeti külföldi munkások, vendégmunkások elszállásolát, akár csak 1%-nyi mértékben is a magyar költségvetés? Ez az első kérdés, ami a standolásoknál, fórumok során is felmerül. Várom tisztelettel érdemi válaszát. Viszont válasz illeti meg miniszterhelyettes urat. Parancsoljon. Köszönöm szépen, tisztelt képviselőtársaim! A kormány minden intézkedésével a magyar munkavállalók előnyben részesítésére törekszik a vendégmunkásokkal szemben. Ahogy a harmadik országbeli állampolgárok beutazását és tartózkodását szabályozó törvény is minden eddigieknél szigorúbb feltételekhez köti harmadik országbeli munkavállalók alkalmazását, úgy a kormány egyéb intézkedései, például a támogatási programok szabályozása is minden eddigieknél szigorúbban kezeli a kérdést. A foglalkoztatás politika minden területén egyértelműen a magyar munkavállalókat részesítve előnybe. Köszönöm szépen!